Száraz György könyvei, a magyarok beavatása, a kiválasztottak titkos tudása, Istenek beavatásai, az élet mágikus alapelvei, a kundalini titkai, a tudati ébredés és a kozmikus kapcsolat hídja. A cikket felolvassa, a cikk szerzője, Száraz György, spirituális tanító. A kundalini az ősi indiai tanokban a mindenkiben lakozó kozmikus erő, vagyis a shakti. Ez egy olyan elsődleges erő, amely annyiban létfontosságú, amennyiben meghatározza az emberi energiarendszer az élettani működésünket. A kundalini mégsem a biológiai létezésünk alapja. Sokkal inkább a szellemi ébredésünk egyik jele és következménye, mivel azoknak a tudati fokozatoknak a magasabb szintű realitásával mutat párhuzamot, melyek a megvilágosodás felé terelik az embert. Ismerkedjünk meg ennek a vallásfilozófiai fogalomnak a titkaival. A kundalini szó egy, a gerinc tövénél eredő energiát takar. A szót a szanszkrit nyelven tekercset vagy spirált jelentő szóra vezetik vissza, de magában foglalja az állandóságot is. Vagyis a fejlődés kiinduló és végpontját egyaránt. Voltak éppen ennek az összekötése volna a végcél, amire azt mondjuk, hogy az ember eléri a belőle kihozható maximumot, minek után felébred, vagyis isteni tudatúvá válik. Így módon egy kozmikus kapcsolatra tehet szert az ember, amelyben a híd egyik végpontja az emberi elme, a másik az isteni énje. Ez az a fogalomkör, amit az európai vallások egy része minden bizonnyal nem fogad el alapállását tekintve, mivel saját terminológiájával próbálja értelmezni azt. Pláne így áll a helyzet, ha megtudjuk, hogy az ősi vallásokban a kundalini a kígyó energia. Még izgalmasabb kérdés, hogy minden emberben jelen van a kundalini energia, tehát nem csak azokban, akik hisznek a létezésében. Ez az energiafajta egy a gerincvonalát követő energiavezetékben, a Sushumnában képes felfelé kúszni, illetve visszaereszkedni. A tantrikus hagyományok szerint 7 energiaközpontunk, csakránk van, amelyek állapotai, minőségei tükrözik a teremtés fokozatait. Azok az emberek, akik nem járnak spirituális utat, lényegében nem hozzák ki magukból a maximumot, mert ők csupán alacsonyabb teremtési folyamatokra használják az energiájukat és az energiaközpontjaikat. Ők elsősorban vagy kizárólagosan az egzisztenciájuk megteremtésére, evésre, ivásra, szexre, fizikai vágyaik kielégítésére, mai értelemben vett tudományos ismeretek begyűjtésére és saját személyiségük korlátainak fenntartására használják a számukra rendelkezésre álló energiákat. Ha valaki tudatosan például jóga vagy a napvallás gyakorlása révén, avagy öntudatlanul ösztöneire és intuícióira hallgatva, olyan megvalósítási utat jár, amely összhangban van leszületésének céljával, akkor a különféle csakrák lelki és szellemi minőségei egyre inkább aktivizálódni fognak benne. Ez hosszú évek alatt és valódi belső fejlődés révén alakul így, máskülönben a folyamat leáll vagy megreked. Sokan eljutnak egy szintig, majd visszaesnek, amikor letérnek életfeladataik nemesös fényéről. Olyankor a kundalini is visszahúzódik. Jó esetben a kundalini néhány évtized alatt tartósan feljebb és feljebb kúszik az energiacsatornában, míg nem eléri a koronacsakrát, amely a legmélyebb tudati átalakulással jár az ember életében. De már jóval ezelőtt, a felemelkedés főbb állomásait elérve, kisebb-nagyobb belső transformációkon esik át az ember. Véleményem szerint nem érdemes kifejezetten erőltetve a kundalini tudatos felemelésére törekedni, sokkal üdvösebb, ha az ember betartja azokat az univerzális elveket, amelyek rávonatkoznak és harmóniát szülnek benne. Akkor a folyamat a lehető legrövidebb idő alatt spontán és természetes úton bekövetkezik. Aki bekíván lépni a saját mikrokozmoszába, amely a világegyetem kicsinyített rendje az emberben, annak nem kell más tennie, mint helyreállítani, fenntartani és egyé válni az isteni renddel, a mindent átható renddel. Ez a gondolat a kulcsa a kundalini felélesztésének, amit mind az indiai iratokban, mind az egyiptomi hagyományokban megtalálhatunk. Való igaz ugyanakkor, hogy a kundalini felébresztése a meditációs elmélyülés és az önfejlesztés segítségével realizálódik. Ennek oka, hogy az ember
ösztöneire hallgatva befelé fordul és elcsendesedik, mivel igénye alakul ki arra, hogy tudatának mélyebb szintjeivel foglalkozzon, és hogy felvegye a kapcsolatot a valódi énjével. Nota bene, nem parancsszóra, hanem belső indítatásra cselekszik az ember. A kundalini megértésekor abból indulunk ki, hogy az isteni erő megtalálható az atomoktól kezdve, az emberi lelkeken át, a spirálgalaxisokban, mindenhol. Ha az ember megismerővé és megtapasztalóvá kíván válni, akkor belső korlátait kell átlépnie. E korlátok vagy határok elválasztják az élet finomabb szintjeitől. A spirituális tanítások lényegében ezt fogalmazzák meg. Ha valaki jól halad ezen az úton, akkor egyre nagyobb boldogság, nyugalom, béke, elégedettség költözik az életébe. Továbbá transzcendentális élményekben is részesül. Amikor valaki vallási miszticizmusról olvas, jusson eszébe, hogy egy szent vagy guru éppen azért élt át bizonyos extatikus állapotokat, elragadtatás vagy révülést, mert a benne található kundalini fény egy magasabb tudatállapotba emelte. Ez a felemelkedés kézzelfogható és az egyén számára életre szóló élményt jelent. Van, aki energiákat lát magában, van, aki maga körül tapasztalja a fényt, ahány ember annyiféle spirituális csoda születhet. A kundalini energia nem feltétlenül egy élet alatt kúszik fel a korona csakráig. A reinkarnáció folyamatában ezt a tudatosságot vihetjük tovább a következő életünkbe is. Ez a fejlődés addig tart emberi testben, amíg a teljes szabadság állapotát el nem éri az ember, amire mondhatjuk, hogy megvilágosodik vagy egyé válik Istennel. Ez rengeteg belső küszöb átlépésével, és olykor kisebb, olykor nagyobb belső áttöréssel, valóságos tudati forradalommal jár együtt, de ez egy csodálatos út. Annyi megjegyzés még ide kívánkozik, hogy a kundalini felébresztéséhez bárki hozzákezdhet, de egy avatott mester segítségére előbb-utóbb szüksége lehet. Nagyon sokszor a tanítvány végzetes hibákat is elkövethet, melyeket itt nem fejtenék ki. Ezért egy szint után nem nélkülözhető egy olyan mester, akihez tanácsért tud fordulni a tanítvány, illetve aki segítségére lesz és van, ha valami nem a vártnak megfelelően történik. Ha jól fejlődik valaki spirituális értelemben, az előbb-utóbb meg fog látszani az életében. A tudatosság beköltözik a fizikai, az érzelmi, a gondolati és az azokon túli spirituális folyamataiba, és a helyes irányba tereli őt. Tegyük hozzá, mi minden tőlünk telhetőt megtehetünk saját kundalinink felélesztéséért és felemeléséért, azért a lehetőségeinket az egyéni karmánk és az egónk függvényében tudjuk kiterjeszteni. Ebből adódik, hogy van, aki hosszabb, van, aki rövidebb utat fut be, mire a kundalini betölti a végső célját. Figyelmetbe ajánlom az Istenek beavatásai, az egyiptomi misztériumiskolák, a magyarok beavatása, a kiválasztottak titkos tudása, valamint az Élet mágikus alapelvei című könyvemet. További hasonló érdekes témákkal találkozhatsz a Száraz György című YouTube csatornámon, vagy ellátogathatsz a napvallás.hu és a boldognapot.hu oldalaimra is. Köszönöm a megtisztelő figyelmedet, Száraz György voltam, boldog napot!